Sziasztok, Edit vagyok, ez pedig itt újra a Travel Collage. Minden, ami Kréta, minden, ami Görögország. Egy blog azoknak, akik Krétára tervezik a nyaralásukat, akiket érdekel a görög kultúra, gasztronómia, hagyományok, emberek, természet és épített szépségek, és akik egy kicsit közelebbről is megismerkednének a Hellének földjével. Ez a videó szorosan kapcsolódik az előzőhöz, melynek címe az volt Hol száj meg Krétán? A Krétai szállásválasztás elsődleges kérdése, hogy mit néz meg a szigeten, éppen ezért szeretném neked bemutatni azokat a top látnivalókat, melyek nekem is a kedvenceim közé tartoznak, elmondom neked, hogy nagyjából mit kell róluk tudnod, és hogy hol találhatók a szigeten. Miután a most következő videóm segítségével, vagy éppen más javaslatok alapján sikerül eldöntened, hogy mit szeretnél látni a nagy szigeten, sokkal egyszerűbb lesz kiválasztani a szállásodat, a térképre nézve bejelölve a kedvenc stop látnivalóidat, és azok közé, vagy azoknak a közelébe valahol megjelölheted azt a helyet is, ahol a szállásodat, a bázisodat szeretnéd majd krétán. Mielőtt belevágnánk, iratkozz fel a csatornámra, és jelöld be a kis csengőt is, hogy mindig értesítést kapja a legújabb videóimról, keresd a Kréta és Krétai Kalandok Facebook csoportomat, ahol szám talán kérdésedre választ kaphatsz, vagy akár segíthetsz más utazóknak, illetve keresd a travelkollás.hu weboldalamat is, esetleg tedd a könyvjelzők közé, hiszen ez is olyan lesz, mintha egy krétai úti könyved lenne. A látnivalókat összesen öt kategóriára osztottam fel, hogy egy kicsit könnyebben átláthatóak legyenek számodra, és ezek közül elsőként a best of strandokat szeretném neked megemlíteni. Elafonissi, Kréta talán egyik leghíresebb strandja, a sziget délnyugati csücskében helyezkedik el. A rózsaszín homokos lagúna világszerte ismert, szemkápráztatóan türkiszkék a víz, és a rózsaszín homok pihepuha fehér homokkal keveredik, ezért aztán olyan érzetet támad, mintha valahol a Karib-tengeren nyaralnál. Elafonisi, Natura 2000 természetvédelmi terület, és a TripAdvisor szerint az elmúlt években a világ legszebb strandjai között tartották számon. Bálosz Kréta legtöbbször fotózott strandja. A sziget északnyugati csücskében találod. Bálosról majdnem ugyanaz elmondható, mint Elefonisziről. A rózsaszín és fehér homok keveredik, egy lagúnában sétálgathatsz, és teljes mértékben karibi érzetet támadhat. Meg annyi kék árnyalatot fogsz itt megfigyelni három tenger találkozásának köszönhetően. Bálos szintén természetvédelmi terület, és a TripAdvisor szerint az elmúlt években szintén benne volt a világ legszebb strandjai között. Ez az a strand, amit még Diana és Károly Herceg is meglátogatott a saját jachtján. A Preveli strand és Pálmaerdő délkrétán található. Szintén természetvédelmi terület. Kréta második legnagyobb pálmaerdeit fogod itt találni a nagy folyó mentén. Több választásod van. Úszhatsz a tengerben, vagy akár a folyóban is, és sétálgathatsz a datója pálmák alkotta erdőben. Olyan lesz, mintha a trópusokon lennél. A második kategóriában néhány nagyon híres történelmi helyet műemléket említek neked. Knossos a leglátogatottabb régészeti lelőhelye, a fővárostól délre 5 kilométerre található. A világörökség részét képezi, és a görög mitológiából jól ismert Minotaurus, valamint a legendás labirintus is ezzel a palotával hozható összefüggésbe. Európa legrégebbi városa, és egyben az európai civilizáció bölcsője, amelynek területe már időszámításunk előtt 7000-ben is lakott volt. Az árkádi kolostora haza jelképe: Retimnótól keletre, 23 km található, és Kréta egyik legszebben fennmaradt kolostora. A sziget egyik legfontosabb történelmi nevezetessége is egyben, amire a legtöbben az 1866-os tragikus események kapcsán emlékeznek, ami a világ világtörténelem első feljegyzett tömeges öngyilkosságai között szerepel, és a sziget életében utat nyitott az 1898-as felszabaduláshoz. Az UNESCO az Európai Szabadság emlékművévé nyilvánította a helyet. Spinalonga kelet-kréta kicsi szigete, Kréta egyik legerősebb erődítményét fogod itt találni, amit a törökök csak az utolsók között tudtak elfoglalni. Még inkább a leprások szigeteként ismert a hely, hiszen a görög állam a XX. század elejétől ide száműzte a leprásokat, akiknek a házai és épületei a mai napig felelhetők a szigeten. Victoria Hiszlop, a sziget című könyv és az ebből készült sorozat Spinalongá játszódik és a leprások történetéről mesél. Ízelítő lehet, mielőtt Spinalungán teszel látogatást. Harmadjára nézzük meg Kréta leghíresebb városait. Hánya, Kréta második legnagyobb városa, a sziget nyugati felén található. Az egykori főváros ma a turizmus fővárosa és Görögország egyik legszebb városa. Hányában, Velencei utcákon andalokhatsz, török minareteket és mecseteket fotózhatsz, templomokba pillanthatsz be, Árnyékos tereken pihenhetsz, egy szemkápráztató velencei kikötőben sétálhatsz, és különféle üzletek, éttermek, kávézók fogják feledhetetlen tenni hányában töltött látogatásod. Retimnókrét a harmadik legnagyobb városa, a sziget északi felének majdnem közepén találod. Hánya testvére, és Görögország egyik legjobban megőrzött középkori városával rendelkezik. Mesebeli, virágos utcákkal és egy 12 km hosszan elnyúló, homokos, homokos kavicsos parttal vár. Hányjához képest méretéből adódóan sokkal családiasabb. Ugyanakkor egy büszke velencei erőd, romantikus velencei kikötő, mecsetek, minaretek, templomok, terek, üzletek és tavernák végeláthatatlan sorát kínálja. Heraklion a sziget fővárosa, a sziget északi felének keleti oldalán. Kréta legnagyobb és legpesgőbb városa, teletörténelmi emlékekkel és sokszínűséggel. A sziget legerősebb városaként is számon tartják, amit a törököknek 21 év ostrom után sikerült elfoglalni. Heráklion, ha nem is a klasszikus értelemben vett szépség, a város jelképével a velencei erőddel, a városfallal, a velencei épületekkel, a török szökőkutakkal, a templomokkal és az érdekesebbnél érdekesebb múzeumokkal garantáltan megédesítik az itt töltött időd. Agios Nikolaos a sziget keleti oldalának ékszere. Egy közepes méretű város, melyre inkább a nyugodt, családias légkör és a szépség jellemző. A város jelképe a Volis menito, a város közepén. A hozzáfűződő legendák, a körülötte helyet kapó éttermek, kávézók egész ágió Nikoláoszt egy romantikus nyaralóhelyé varázsolják. A meredek lejtők és utak miatt a város tele van lépcsőkkel, amik még érdekesebbé teszik az ide látogatásod. Negyedikként itt van néhány top természeti látnivaló krétán. A Számária szurdok Európa második leghosszabb és Görögország első számú szurdoka a sziget nyugati oldalán. Kréta egyik legszebb természetvédelmi területe, mindazonáltal a krétai bezoárkecskék élőhelye. A Számária szurdokban tett 13 plusz 3 kilométeres túra életre szóló élmény minden természetkedvelőnek. A Kurnasztó Kréta legnagyobb természetes tava, félúton Hánya és Retimno között. A tavat körülöl rét a második legmagasabb hegye, a Lefkáóri, így olyan, mintha az Alpokban lennél. Természetvédelmi terület, ritka vízi növények, fák, vízi madarak otthona. Körülötte tavernákat, éttermeket találsz, de még vízi biciklizni is elmehetsz, ha aranyhalakat vagy teknősöket szeretnél a vízben keresni. A kurteliótikus szurdok a sziget közepén található. Északról délre, retimnóból plakiász irányába vagy fordítva kelhetsz át rajta. Viszonylag rövid szurdok, de az egyik legszebb természeti képződménye középkrétának. Nem kell hozzá túráznod sem, autóval is megcsodálhatod. A szurdok mélyén pedig egész évben vízesések várnak. És ötödikként végül a top kedvenc falvaim krétán. Margarites a színes mesefalu. 30 kilométerre találod délkeletre Retimnótól. A falu kerámiájáról híresült el, és ma is meg lehet tekinteni a működő kerámia műhelyeit építészetileg, kifejezett időugtazás márgarítesz. Velencei ajtókereteket, bizánci templomokat csodálhatsz, valamint egy kis kolostorba is ellátogathatsz a falu felett, ami felére egy oázissal. Spili, Kréta egyik leglátogatottabb faluja. Retimnótól 30 kilométerre délre, a sziget közepén találod. Leginkább híres a platánfás teréről, ahol kávézók sora vár a helyiekkel, és az itt található oroszlánfejes szökőkútjával, amelyből az év minden napján csobog a friss víz, ami a legendák szerint örök fiatalságot ígér. Anógia, a vendég szeretetéről is ismert hegyi falu, Herakliontól és Retimnótól délre, félúton a Psiloritis lankái között helyezkedik el. Kréta legtradicionálisabb falva, ahol a valódi krétaiakkal találkozol, akik mind a mai napig hordják a tradicionális krétai öltözéküket. Ánógia egész Görögországban ismert kulturális értékei miatt. A sziget legnagyobb zenésze, Nikosz Xiluris is innen származott, és a háza a mai napig megtekinthető a faluban. Most, hogy láttál egy-két látnivalót az én kedvenceim közül, Krétán talán egy kicsit megkönnyíthettem a szállásválasztással kapcsolatos dilemmád, és egy kicsit választhathattam számodra arra a kérdésre, hogy a szigetnek a keleti vagy a nyugati felén érdemesen megszállnod. Természetesen ehhez használhatod nyugodtan az internetet is, hiszen számtalan más látnivalót fogsz még találni Krétán. Ez a videó kicsit az én szubjektív véleményemre is épült. Ennek ellenére bízom benne, hogy megkönnyíthettem a nyaralásod tervezését Krétára. Ha maradtak még kérdéseid, tett fel őket a Kréta, és Krétai Kalandok Facebook csoportban, vagy írj egy e-mailt a travelkolláskukac.gmail.com e-mail címre. Keres bátran kirándulásokkal, transferfoglalással, vagy éppen autóbérléssel kapcsolatban, de hogyha más kérdéseid lennének, arra is szívesen válaszolok. Találkozunk hamarosan Krétán! Szia!